Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 17-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai, ezt mutatja ez a felső kártya. Itt a háttérben vannak hazugságok, csalások, hamisságok, ami jó ezen a kártyán, hogy ő tudja, hogy mi történik a háttérben, ő átlát a dolgokon. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kehely összeáll a víz elemével, és a szimbolizálja az érzelmeket. Tehát neki vannak érzései veletek szemben. Viszont nem mondja meg ő, hogy ez az út hova vezet, mert ő sem tudja. Ez a híd utal egy ilyen átmeneti állapotra. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, vagy milyen lépéseket tesz irányotokba. Itt újra a kelyhek vannak, tehát mutatják az ő érzelmeit, azt is, hogy ő szeretne veletek találkozni. Viszont van valaki a háttérben, és figyel benneteket. Itt a képen egy úr látható, aki kinyitja az ajtót, viszont a kártyáknak szimbolikus jelentése van, ez lehet egy hölgy is. Tehát legyetek óvatosak. Mivel itt hamisságok vannak, és az is, hogy valaki figyel benneteket, emiatt itt középen van ez a kártya, ami a felhőre utal. Minden olyan átláthatatlan, és időbe telik, amíg kisüt a nap. Legyetek óvatosak, ezt mutatja ez a kártyavetés. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy nálam rendeljetek egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, vagy hívhattok telefonon a számom 06909009. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!